Kezik Parancsoljon, frakció vezető, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony. A miniszterasszony is azzal kezdte, hogy megköszönte a munkáját az egészségügyi ágazatban dolgozóknak. Én is azt mondom, hogy köszönettel tartozom mindenkinek, aki a magyar emberek egészségének és biztonságának megőrzésére dolgozik az első vonalban. És sorolhatnánk hosszan, hogy milyen szakmákban, milyen ágazatokban és milyen nehéz körülmények között és egyre nehezebb körülmények között kell munkát végezni. És sajnos látjuk mi is, hogy milyen brutális mértékben terjed a járvány. Képviselőtársaim az eddigi vita során értékeltek itt az elmúlt időszakot, az elmúlt fél évet, ugye a tavaszi parlamenti vitákat, járvány első hullámában az időtartalmat lefolytatott parlamenti vitákat, de nagyon röviden nem is vissza szeretnék utalni erre. Már amikor először, ugye március elején, március közepén előttünk volt a rendkívüli jogrend meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat, akkor ugye a miniszterelnök úr még gyakrabban járt az országgyűlés ülésére, és akkor én is egyik alkalommal napi rend előtti tájékoztatására, felszólalásra válaszként megfogalmaztam, hogy valóban azt várják a magyar emberek, és joggal várják, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amikor egy világjárvány eléri hazánkat is, akkor mindenki félre tudja tenni kicsit a politikai csatározásokat, a pártpolitikai érdekeket, a pártpolitikai küzdelmeket, és próbáljunk meg egységesen fellépni. Annak ellenére nyilván a kormányzati felelősség és felhatalmazás az önöké. Nyilvánvalóan nagyon fontos lett volna már akkor is, hogy egységesen tudjunk kiállni bizonyos olyan intézkedések mellett, amik mindenképpen megnehezítik a magyar emberek életét, és amik lemondásra járnak és fegyelmezett odafigyeléssel szükségesek ahhoz, hogy a járvány terjedését lassítani lehessen. És akkor önök elutasították valóban ezt az együttműködést. És látszott, hogy önök gyakorlatilag ebben a járványügyi helyzetben egy ilyen fajta politikai, nem tudom milyen számításból megpróbálták az ellenzéket démonizálni, és ez azóta is folytatódik. Ugyanakkor semmiképpen nem szeretnék elmenni amellett, hogy én érzékelek némi változást, és hogyha nem is a mai napon, ugye a mai napi rendeleti felszólalások és az arra adott kormányzati válaszokban még ezt nem lehetett tetten érni, de én például Kocsis frakcióvezető úr fogalmazásában, szavaiban érzékeltem némi változást, ami mintha abba az irányba mutatna, hogy érdemes lenne ebben a szörnyű helyzetben a pártpolitikai csatározásokat kicsit visszafogni. És én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy mind a két oldalt érték sérelmek itt az elmúlt időszakban, és szerintem ezeket meg is kell tudni fogalmazni, az ellenzéknek minimum, hogy ezt érzékeljük, hogyha látjuk ezt a törvényjavaslatot benne az időkorláttal, amit követeltünk valóban a tavaszi időszakban, hogyha ezt látjuk, akkor feladatunk nekünk is erre reagálni, és bízva abban, hogy ez nem most csak egy pillanatnyi helyzetnek szóló retorikai változás, hanem egy érdemi hozzáállás béli változás, akkor nekünk is a hanghordozásban ezt talán meg kéne jeleníteni. Én azt tudom mondani, ahogy mi erre tettünk javaslatot az első hullám idején, ezt fogjuk képviselni ezután is. És azért mindenképpen szeretnék visszautalni itt a napirend előtti hozzászólásokra. Az biztos, hogy az LMP frakciótól, és személy szerint tőlem sem hallhatott soha senki diktátorozás, diktatúrázás, semmi ilyesmit. És az is egészen biztos, hogy soha az LMP frakciótól senki nem hallhatott az országgyűlésben és máshol se olyat, hogy bármilyen módon kétségbe vontuk volna a szakembereknek az erőfeszítését és a munkáját, és támadtuk volna a szakembereket. És én ezt méltatlanak tartom, és most tudok rá reagálni, sajnálom, hogy Sanda Tamás államtitkár úr nincs itt. Személy szerint engem vádolt meg Sanda Tamás azzal, hogy én az egészségügyben dolgozó szakembereket támadtam volna, és kétségbe vontam az erőfeszítéseiket. És ezt én méltatlanak is döbbenetesnek tartom. Nyilván ezt majd megbeszélem személyesen Sanda Tamás államtitkár úrral, de ezt azért mindenképpen szerettem volna elmondani itt a hozzászólásomnak az elején. És arra is szeretnék visszautalni, hogy ugye mi rengeteg kritikát megfogalmaztunk, meggyőződésünkből fakadóan, illetve a szakemberek jelzéseiből, a szakemberek visszajelzéseiből és nyilatkozataiból fakadóan azzal kapcsolatban, hogy önök hogyan hoztak döntéseket, vagy éppen hogyan nem hoztak meg alapvető fontosságú döntéseket, és rengeteg javaslatot megfogalmaztunk, és megteszünk most is, és a jövőben is ezzel fogunk élni. És ugye én tegnap már nyilvánosan a sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy figyeltük miniszterelnök úrnak a bejelentéseit, figyeltük ezeket a korlátozó intézkedéseket, és azt tudjuk mondani, hogy ezek helyén való és szükséges intézkedések csak jelentős mértékben megkéstek. És ugye aláhúzva azt, amit én már többször idéztem itt, hogy éppen az önök által fölkért, kinevezett szakemberek is már elvárták önöktől ezeket a korlátozó intézkedéseket, és reagálva kicsit ugye a napirend előtti vitára szeretném ezt ismételtem. Jakab Ferenc, az Innovációs és Technológiai Minisztérium koronavírus kutató akciócsoportjának a vezetője, akit miniszterelnök úr is a csapata fontos tagjaként mutatott be, október 2-án mondta azt szó szerint, hogy amíg márciusban a járványügyi intézkedések és a kormány meghozó döntései gyorsak és jók voltak,
sajnos most nem látjuk, és elmondta a professzor úr, hogy szerint a számok nagyon elmentek és rettenetesen aggasztóak. Majd azt mondta, hogy figyelni kell, hogy próbáljuk lassítani a járvány terjedésének ütemét. Megállítani nem fogjuk tudni. De ha ilyen tendenciával rohanunk gyors vonatként a vesztünkbe, akkor az egészségügyi kapacitásaink nagyon gyorsan ki fognak merülni. Nem látjuk azt, hogy a járvány egyáltalán csúcsosodna, a számok emelkednek. És ugye október 2-án Jakab professzor úr kijelentéseire az egyik államtitkáruk azt mondta, hogy ilyen riogatások az első hullám idején is voltak, és hogy a számok stabilizálódtak. Ez ugye október 2. És Jakab Ferenc pécsi virológus professzor, nem az ellenzék szakértő, egy elismert professzor úr, akit önök nagyon helyesen felkértek. Hát én nem értem. Tehát, hogy önök milyen jelzések, milyen szakemberek döntései alapján hozták meg az intézkedéseiket, és hogyan kerülhetett ilyen hiba a rendszerbe, hogy egy fontos befolyásos államtitkár azt mondja a sajtó nyilvánosságába, hogy ilyenfajta riogatások, és azt mondta, hogy a számok stabilizálódtak. Hát sajnos látjuk, hogy a számok nem stabilizálódtak. Ugye ismétlem, ezek október 2-ai nyilatkozatok voltak, és arra a kormányzati reakció. Én szeretném ismét aláhúzni, hogy soha nem fordult elő, és nem is fog, hogy az NLP bármilyen módon a szakemberek tudását és a munkáját kétségbe vonná, vagy szakembereket bírálná, de én arra kérem önöket is, hogy ne az legyen egy-egy ilyen esetre, ne az legyen a reakció, hogy esetleg megtiltják, hogy az adott szakemberek a sajtó előtt nyilatkozatot tegyenek, hanem hallgassanak inkább ezekre a vészjelzésekre, vagy ezekre a szakmailag megalapozott jelzésekre. Nagyon sokan felvetették ezt, és kérdezték tőlünk is az elmúlt időszakban, hogy miért van óriási különbség a tavasszal látható intézkedések és a most látható intézkedések között. Hát láthatjuk, hogy ég és föld. Tehát köszönő viszonyban sem voltak azok az intézkedések, amelyeket a kormány meghozott. Hát most láthatjuk, tegnap egyébként üdvözöltük mi ezeket az intézkedéseket, szükségesek voltak, és bízunk benne, hogy valóban itt az a 90 napos időszak elegendő lesz, hogy érdemben lehessen lassítani a járványnak a terjedését. És nyilván mi is bízunk abban, amit többen említettek képviselőtársaim, hogy 90 nap elteltével már elérhető lesz Magyarországon nagyobb számban is az oltóanyag. Bízunk benne, hogy ez így lesz, majd remélem, hogy erről a közeljövőben olyan információkat is kapunk, amik egy kicsit rendet vágnak a hírekben. Hogyha figyeljük a híreket, láthatjuk, hogy nagyon egymásnak ellentmondó híreket lehet olvasni a vakcina elérhetőségével kapcsolatban. Ugyanakkor hát láthatunk nagyon-nagyon súlyos problémákat még abban a tekintetben, hogy milyen módon lehet a járvány ellen védekezéssel párhuzamosan a gazdasági intézkedéseket foganatosítani, és látjuk azt, hogy nagyon súlyos és fontos intézkedéseket meg kell tenni, amit eddig nem látjuk, és még az előkészítését látjuk, se látjuk, sőt, még rá is kérdeztünk, és arra nem kaptunk választ, hogy mikor lesznek ezzel kapcsolatban intézkedések. Szeretném aláhúzni, hogy mi is nagyon sok olyan intézkedést támogatunk, és szeretnénk kérni önöktől, amik a meggyőződésünk szerint ismét csak a védekezést és a gazdasági védekezést is támogathatnák, és ezeket is szeretném nagyon-nagyon röviden felsorolni, bár nem szeretném ismételni képviselőtársaimat. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden magyar állampolgár számára lehetővé kell tenni ingyenesen a tesztelést. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban rengeteg jelzést láthatunk innét-onnét, hogy meg kell teremteni a kontaktkutatásnak a feltételeit, és mindenképpen ugye jelenleg érvényes szabályozások ilyen szempontból is érvényesülhessenek. Fontos, hogy a járvány időszak alatt minden fertőzöttnek lehetővé kell tenni az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, függetlenül a biztosítotti jogviszonytól. Nagyon fontos szintén, hogy a kormány támogassa az otthoni munkavégzés alkalmazását, és ennek az anyagi és, hogyha jogszabályokban szükséges, akkor a jogszabály feltételeit is meg kell tudni teremteni. Erre minden felhatalmazásra megvan a kormánynak. Hozzáteszem, nyilván támogatni is fogunk ilyen intézkedéseket, tehát törekedni kéne arra, hogy amelyik ágazatban csak ezt meg lehet oldani, az otthoni munkavégzés feltételeit biztosítani kellene. Nagyon-nagyon fontos intézkedés, és már a tavaszi időszakban is hangsúlyoztuk, hogy gondoskodni kell a munkájukat elvesztett dolgozók számára azonnali közvetlen támogatás kifizetéséről, és a munkanélküli ellátások igénybevételének időtartalmát érdemben meg kell növelni, alakítani kell az önök kormányzati politikáját azokhoz a válságos időkhoz, amiket most látunk mindannyian. És a korábbinál kedvező feltételekkel indítsák újra a részmunkaidős foglalkoztatást támogató állami programokat, ágazattól függetlenül nyújtsanak közvetlen támogatást a járvány miatt nehéz helyzetbe került mikro, kis és közepes vállalkozásoknak. És nagyon-nagyon régi követelés, és hát amilyen fórumon csak lehet, mindig elmondják az LNP képviselői, hogy a szociális ágazatban dolgozóknak is meg kell adni az egyszerű 500 000 forintos juttatást, és teljesen elfogadhatatlan az, amire mostanában itt az elmúlt hetek bizottság ülésein az a válasz, amit önök adnak, hogy nincsenek költségvetési források, bizony ott vannak a költségvetési források, hozzá kell nyúlni azokhoz a gigantikus beruházásokhoz, amik a megtérülés szempontjából semmiképpen nem alátámasztottak, és még a magyar nemzeti érdekeknek való megfelelés szempontjából
szempontjából sem indokoltak. Tehát több száz milliárd forintot lehetne átcsoportosítani, igenis ott van a költségvetési forrás ahhoz, hogy a szociális ágazatban elkötelezetten nehéz, rendkívül nehéz körülmények között dolgozó emberek is megkaphassák az 500 ezer forintos egyszerű juttatást. Hasonlóképpen a pedagógusoknak is ezt meg kell adni olyan feltételek mellett, hogy az indokolatlan adminisztratív terheket ne jelentsen, mint amit most láthatunk az elmúlt időszakban. És akkor némileg beszélnék a politikai feltételekről is. Ugye itt a mai napnak, sőt, nem is a mai napnak, az elmúlt napoknak az egyik sláger témája, ez a tavaszi történés, ami ez a kamu videóval kapcsolatos intézkedés. Önök ezt most is fölkapták, mint valami, nem tudom, mely politikai mentővet, hogy ez megtörtént ez az eset. Én úgy tudom, de ez rendben van, és én valóban azt gondolom, hogy ez az intézkedés, ez az intézkedés elítélendő, és én azt gondolom, hogy teljesen jogos és fontos, hogy mindannyian, ahol csak tudjuk, felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem elfogadható. Én úgy tudom, cáfolják meg, én nem vagyok tagja a szakbizottságnak, hogy Kóros képviselő úr elnézést kért. Cáfolják meg. Én nem tudom, hogy ez így történt-e. Nyilván ez egy olyan meggyőződésem szerint ez egy olyan politikai hiba, egyébként ez a személyes véleményem, ami kapcsán politikusként vállalni kell a felelősséget, tehát nem az az érdekes, hogy ki hogyan technikailag hogy vett részt egy ilyenben, én azt mondom, hogy ezért elnézést kell kérni, és vállalni kell a felelősséget, de ez az egyik oldala. És a másik, az, hogy erre bárhol bárki felhívja a figyelmet, az rendben van. De a másik oldalra én nagyon fontosnak tartom, hogy önök egy ilyen esemény miatt, amellett, hogy megfogalmazzák a kritikájukat, önök bojkottálják a szakbizottság munkáját. Ez viszont teljes mértékben elfogadhatatlan. Ennek ugyanis konkrét hatása van a járvány elleni védekezésre, konkrét hatása van egy járványügyi helyzetben a szakbizottság működésére. Ezért én azt kérem önöktől, hogy fogalmazzák meg a kritikájukat, ugyanakkor az országgyűlési képviselők vegyenek részt, teljesítsék a kötelezettségeiket, és ebben a járványügyi helyzetben próbáljanak ezen a helyzeten felülemelkedve részt venni a szakbizottság ülésén, és vegyenek részt azokban a fontos tájékoztató és egyéb más napirendi pontok tárgyalásán, amik alapvetően szükségesek ahhoz, hogy a járvány elleni védekezés szükséges lehet. Ez egyszerűen teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy önök politikai okokból akadályozzák a szakbizottság munkáját egy rendkívül súlyos járványügyi helyzetben, ezért viszont önöknek kell a felelősséget vállalni. Ezzel kapcsolatban is minden következménye kapcsolatban, ami ebből levezethető. Tehát én ezt kérem önöktől, hogyha most valamiféle talán változása, hozzászólásában talán valamiféle változás megjelenik, akkor ennek az egyik eleme legyen az, hogy például vegyenek részt az országgyűlés munkájában is a képviselők teljesítsék a kötelezettségüket, amiért mandátumot kaptak, vegyenek részt a szakbizottság munkájában, és amikor lezárul, reményeink szerint minél előbb lezárul ez a járványügyi helyzet, akkor ezeket a kérdéseket napirendre lehet venni és tisztázni lehet. Én arra kérem továbbá önöket, hogy ne késlekedjenek azokat a gazdasági döntéseket meghozni, ami az eddigi döntések alátámasztásául ott kéne, hogy álljanak. Tehát gondolok itt például arra, hogy ugye mindannyian támogattuk, talán néhány ellenszavazat volt az orvosok béremelésével kapcsolatos törvényjavaslatot néhány héttel ezelőtt. De szeretném kérdezni, ennek a költségvetési alátámasztása mikor jön be az országgyűlés elé? Tehát sürgető, hogy ezt minél előbb meg lehessen tárgyalni, ezt biztosítani kell. Számos intézkedés született, nagyon sok intézkedéssel mi is egyetértettünk, támogatottunk, de ennek a költségvetési fedezetét biztosítani kell. Mielőbb az országgyűlés elé kell terjeszteni azokat a költségvetési módosító és egyéb más gazdasági döntéseket megalapozó előterjesztéseket. Ezek mikor várhatóak? Én többször tettem fel rá kérdést, és nem kaptunk erre érdemi választ. És azt is szeretném kérni önöktől, hogy az egy dolog, hogy a politikában, politikai kommunikációban és a retorikában milyen eszközöket milyen módon használnak, de én azt szeretném kérni önöktől, hogy ha itt valamiféle szemléletváltás történik, az elsőként abban nyilvánuljon meg, vagy alapvetően abban nyilvánuljon meg, hogy a különböző szakmai szervezeteket, érdekvédelmi szervezeteket tekintsék partnernek. Rengetegszer lehet olvasni sajnos, hogy az orvosi kamara, a különböző pedagógus szakszervezetek, önkormányzati szövetségek, egy szakmai szövetségek, például a víziközmű szövetség nehezményezi, hogy nem tekintik őket partnereknek, és hozzáteszem, hogy még kormánypárti polgármesterektől is ilyen kritika megfogalmazódott, hogy miért nem lehet ilyen járványügyi helyzetben valóban fontos ágazatokat képviselő szakmai és érdekvédelmi szervezeteket valóban partnerként tekinteni, és előkészítő a különböző törvényjavaslatok előkészítésének időszakába bevonni, és a véleményüket kikérni.
Azt is szeretném, arra is szeretnék visszakérdezni, tisztelt képviselőtársaim, hogy itt rengeteg szakmai jelzést szoktam én idehozni az országgyűlésre, a különböző alapvető közszolgáltatások fenntartásával, fenntarthatóságával kapcsolatban. És én itt például az elmúlt hetekben már úgy vettem észre, hogy például az alapvető, és ugye a járványügyi helyzetben nem kell hangsúlyozni, hogy miért a legfontosabb közszolgáltatás, az ivóvízellátás terén a fenntarthatóság biztosítása érdekében azonnali, mondhatjuk, hogy tűzoltásszerű intézkedéseket kellene végrehajtani, és ezt maximálisan megerősíti a szakma. Tehát a Víziközmű Szövetség és más szakmai szervezetek is folyamatosan küldik a jelzéseket ön felé, hogy óriási a baj, azonnali intézkedésekre van szükség. És már miniszterelnök úr is elismerte, ez nem olyan rég egy azonnali kérdésem, hogy valóban 1000 milliárdos a nagyságrend, amiért ez a probléma megoldása kíván. A másik oldalról viszont önök elmulasztották megtenni az első lépést, amit kért a szakma, a víziközmű ágazatból a közműadó kivezetését, és múlt héten, pár nappal ezelőtt behoztak egy olyan törvényjavaslatot, ami gyakorlatilag Budapesten és több nagyváros esetében lehetetlenné teszi a szolgáltatás fenntartását, ugyanis nem kivezeti, ahogy a szakma kéri, kivezeti ezt az igazságtalan közműadót, ami egyébként aránytalanul sújtja a víziközmű ágazatot, hanem más struktúrája és néhány szolgáltatóra próbálja áttolni ennek a terhét. Erre is adjanak valami magyarázatot, hogy miért nem hallgatják meg a szakmának a jelzéseit, és miért nem fogadják meg. És azt pedig, és ezt utoljára hagytam, hogy az ellenzék javaslatait folyamatosan lesöprik, hát ennek pedig mi a magyarázata? Tehát ezt nem értem. Tehát rengeteg olyan javaslat van, ami valóban nem ellenzéki politikusok agyszüleménye, hanem konkrét szakmai javaslat, és beterjesztjük annak érdekében, hogy sikeresebb lehessen a védekezés. De egyébként itt van például egy olyan lépés, ami teljesen egyértelműen válság. Sújtott egy időszakban, hogy a legnehezebb helyzetbe került családokat segíteni, az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentés. Ezt is azzal az indokkal söpörték le, hogy nincsenek meg a költségvetési források. De hasonlóképpen más ellenzéki javaslatokat is ezzel, például a szociális ágazatban nyújtandó egyszerű 500 000 forintos támogatást is. De nem értem, és akkor mégis tartják azokat a beruházásokat, mert ugye sokat vitatkoztunk már nagy csak képviselő a Budapest-Belgrád vasútvonali projektről. Ez ebben az évben és a jövő évben 200 milliárd forintot tesz ki. Hát nem kéne ezt a projektet leállítani, nem kéne ezt a hatalmas összeget ezekre a fontos célokra fordítani egy világjárvány idején. Önök 10 éve titkosították ennek a projektnek a dokumentumai szerződéseit, azt, hogy van egyáltalán bármiféle kihasználási garancia, és ebből az összegből az önök számításai szerint 175 ezer új munkahelyet lehetne teremteni. Hát nem lenne ideje ezeknek az SMN projekteknek a leállítását előterjeszteni? Ja, tudjuk azt, hogy ez a projekt Mészáros Lőrinc cégének 300 milliárdot fog hozni. Ezek már eldöntött kérdések, de én azt gondolom, hogy az lenne az igazán felelősségteljes magatartás, ha ezeket a gigantikus projekteket leállítanák, és ezt a több 100 milliárd forintot, ami jelen projekt esetében összességében egyébként közel 1000 milliárd forintot fog kitenni, ezeket leállítanák, és ezeket az összegeket a járvány kezelésére fordítanák. És még a legvégén szeretnék arra utalni, hogy az legyen világos mindenkinek, hogy erős és jól működő önkormányzatok nélkül nem lesz sikeres a védekezés a koronavírus járvány ellen. Ezért én arra kérem önöket, hogy azokat a brutális megszorító intézkedéseket, amiket az elmúlt időszakban érvényesítettek az önkormányzatok rovására, azokat vonják vissza. Önök ezekkel a megszorításokkal nem a városokat, nem az önkormányzatokat károsítják meg, hanem az ott élő embereket. Az elmúlt napokban miniszterelnök úr egy fontos intézkedést jelentett be, egy olyan jogszabálymódosítást, amivel előírják azt, hogy a közösségi közlekedés járatait sűríteni kell. Ez valóban egy nagyon fontos intézkedés a zsúfoltság csökkentése értelmében, csak néhány hónappal korábban éppen önök szavazták meg azt, hogy az állam kivonul a helyi közösségi közlekedés támogatásából, ezzel gyakorlatilag lehetetlenítették, hogy ezt az intézkedést végre lehessen hajtani. Ezeket kérem, hogy ezeket az intézkedéseket vonják vissza, és hát az aggasztó hétvégi jelek ellenére én nagyon kérem, hogy ne törjék a fejüket olyan intézkedésekbe, amik az önkormányzatok működését gyakorlatilag lehetetlenítenék, hiszen ezek az olyan alapvető közszolgáltatásokat veszélyeztetik, amik az ott élő embereknek fontosak, gondolok itt az óvodai ellátása, bölcsődei ellátása, közvilágítása, víziközmű szolgáltatása, közösségi közlekedésre. Tehát kérem, hogy tekintsék partnernek az önkormányzatokat is. Mindazonáltal az LMP, ugye ez látható volt, a házszabálytól való eltérést támogatta, és ezt a törvényjavaslatot is támogatni fogja a nem sokára sorra kerülő szavazáson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.